A járványhelyzetbe köszöntét követően még olcsó üzemanyagoknak örülhettek az autósok, azóta azonban jócskán visszatornázták az árakat. A héten is két drágulással szembesülhetnek a járművezetők, míg szerdán a benzinára bruttó 8-ak, gázolai pedig 6 forinttal került feljebb, péntektől bruttó 5-5 forinttal kell többet fizetni mindkét üzemanyagfajta literjéért. Ezen a 95-ös már 361 forintos áron lesz kapható átlagosan, míg egy liter dízelt 368 forintért tankolhatunk itthon. Az áremelésnek itt még nincs vége, a jövő héten is folytatódik, hiszen július 1-től változik a 95-ös benzin és a gázolaj jövedéki adó tartalma. Előbbé 5, utóbbé nettó 10 forinttal emelkedik literenként. Így a jövő hét közepén az árak a benzin esetében 6-7 forinttal, a gázolajnál pedig akár 13 forinttal is megugorhat a holtankoljak.hu szerint. Ez azt jelenti, hogy az autósok jövő héten előbbi esetén már valószínűleg 370, utóbbinál 380 forintos literárral lesznek kénytelenek szembenézni, ami az autópályák mentén ettől jóval magasabb, 400 forint felett is lehet. A 95-ösre és a dízelre egyébként 2016 óta kétféle adómérték lehet érvényes. Ha az északi-tengeri Brent negyedéves átlagára a világpiacon 50 dollár alatt van, az alacsonyabb, ha 50 dollár fölött, a magasabb adómérték az érvényes. Az irányadó árat a Nemzeti Adó és Vámhivatal negyedévenként 3 hónapos jegyzését alapul véve, bonyolult átlagszámítással határozza meg, magyarázza az Az én pénzem. Az elmúlt időszakban egyébként a világpiacon emelkedett az olajára. Az év utolsó negyedévének jövedéki adóját meghatározó árat a NAV-nak legkésőbb szeptember 22-ig kell majd közzétennie.